Ismétlen. Két. Itten lesz ilyen PC look. Milyen lehet nevezni? Hogy mit is csinál most a számítógépen. Eddig nagyon sok videó nem volt. Azért nem voltak videók, mert az ördög mindent megtesz, hogy befolyásoljon. És erre az ördög tehet. Ismét elkezdtem filmet nézni. De nem nézek többet. Se sorozatot, se YouTube-on mások a videóit. Az ördög mindent megtesz. Na. Kicsikét menjünk az ördög felé. Vételezzünk fel a helyzetet föl. Jó sok pogány van. Rölöttem. Menjünk a... sátánt. Hogy pogányok, vattok és a pokolba juttok. Nagy valószínűséggel! Nézzünk itt ilyen sátanistákat. Ez most olyan PC look lenne! És van ábrázolva. Hát, eléggé meseszerűen vannak. Sima kecskének kellene lennie. Nem ilyen... sima kecskefejnek! Na, sajnálom, jó ábrázoljátok! Mindegy. Az a lényeg. 600-606. Viszont kell a jártam. Volt egy autóra kiírva 666. Volt egy vörös templom is arra felé. Sem mentem el, és nem tudtam meg aztat, még, hogy egyáltalán jó sátánisták vagy rosszak. Mert a rossz sátánista a munkásokkal közül. Különböztető réteggel közül, hogy minél több pénze legyen. És az rossz. Mikor az alapuk az lenne, hogy semmilyen rétegeződés nem volna szabad lennie. És mit kell csinálni rossz sátánistákkal? Jó, meg kell metszenem őket. Ilyen egyszerű. És nem tettem azt meg, akkor minden nap voltam Szatkán, volt egy autó, ráutírva, hogy 600-606. Mert volt arra felé egy vörös templom is. Sem bemehettem volna, és körülnézhettem volna. Kiadtam az esélyeket. Na, most nem tudom. Sem arról szól. Én most más ördögről beszélek. De ez az ördög, több ördög van. És szabad jogaimat. Itt van. Hát, megint rossz van ábrázolva. És itt vannak, vattok, vagy nem vattok? Hát ez ilyen egyszerű kitérés volt. Most ilyet a fő. Na. És de egy kicsit visszamenni az időben. Vonatozgattam minden nap, mint régebben is. Mint a múltamban is, meg azelőtt is. Mindig a vonat! Most eszembe jutott, vagy a mai nap folyamán! Egyszerűen összeállt már minden. Hogy kell nekem, hogy én soha az életben, vagy utamban sem, még azelőtt sem nem voltam lent. Mindig fönt voltam. Hogy előttem meghajoltak! Egyszerűen. Több is voltam, több már személy is. És mégis, megvolt a tisztelet. És most nincs meg a tisztelet! Ki miatt? Hát a munkások miatt. A büdös munkások miatt. Külön munkás ruhájuk van.
külön ki vannak öltözködve. Külön jogokat kaptak! És nem tudom mostan, ami volt itt a 66606-os, ki volt írva egy kocsira, volt egy ház, körül kellett volna néznem. Gondoltam, hogy bemegyek, de mégsem mentem be. Aztán egy pár 200 méterre volt egy vörös templom is. Ott arra felé volt. Nem nézek rá. És eszembe jutott a mai napon. Nem van véletlen, hogy eszembe jutottak. Hogy szabad kultúrájuk van. És tőlem ezt bronták volna meg az enyéni jogaimat. A büdös kis munkások. Elején én csak elbetegeket akartam kiirtani. Ami fölösleges. De belátom asztalt, hogy a munkás normál, a betanított munkás, aki csak a gombokat nyomogassa, egy folytában áll, egyedül a szellembeteggel. És tudni élik, hogy már fölöslegesek. Azért, mert már minden automatizálva van. Vannak, amik már vezérlő rendszerek irányítanak. Minek legytek? Minek vattok? Már fölöslegesek. És most annyira megromlott ettől a filmettő sorozatoktól, elfelejtettem, hogy mit akartam beírni a Google-be. Vicc nélkül mondom, és nem jut most eszembe. Vonat. Ja, tudom most, mit akartam. Mi volt? Hát a munkásruha. Munkásruha. Hogy külön rétegeződnek, külön van ruhájuk. De nem ilyen munkás ruha már tényleg, mert hogy néz ez neki. Ilyen ruhát húznak föl, hogy egymás közé tartozzanak. Egymás közé, és egy új réteg jött létre. Akik a munkások, külön jogokat kaptak már a társadalomtól. Hogy hova is süllyedtem már le? Nem tudom azt az. De azt tudom, hogy ebben a ruhában bebüdösödik a seggem, a hátam, meg a lábom is. Üdös leszek. Ezt a szégyent, hogy bebüdösödjek, nem engedhetem meg magamnak meg. Fülösleges. Hogy egy büdös munkásra húzok föl. Egy szoknya helyett, meg egy alsó gatya helyett! Köntös helyett. Hogy erre lesüllyedni. Ez már szégyen. Ezt a szintet nem fogom elérni. Hogy ezt a szinten tartanák. Hol is van itt a valóság? Hát, úgy néz ki, hogy erre siettem volna le. Én? Milyen én már tudom, már én csak. Hogyan? Tételezzünk fel azt a helyzetet. Ha azelőtt is mindig a vasúton jártam a múltban. Vasút, a vasút, mikor lett építve a vasút? Hanyas években? Már jó régóta vannak, 1800-as években. Még az előtt is már voltam, ha jól tudom. Ha jól mondták meg, nem hazudnak. Énekem voltak régebben forrásai, 2009-ben vagyon eltűntek, kb. Ebben a dátumban, ilyen táján, hogy többször meg sem jelentek. Voltunk, elmentünk. Utolsó szavaljak, és volt sok hülye, aki itt van, körülöttük. Gyenge elmélyek, mit kell velük csinálni a gyengékkel? Régebben csináltam a gyenge elmélyekkel. Nem állom, folyton ismétel magamat! Más szó kifejezés.
Kezdés is van. És mit van? Mi hazudtak volna? Na? Nem olyan munkások, akik össze-vissza dumáljanak. Itt van ez a vírus is. El vannak követve a munkások, be vannak oltatva, tovább gyártsák a robotokat, robotkarokat, mikrovezérlőket, és azt hiszik, hogy szükségük lesz rá. Nem lesz szükséget rátok többé. Feleslegessé váltok. Egyszer nem kelletek. Nem tudják felfogni azt, hogyha ők állandóan gépeket gyártnak le. De nem csak itten, több országban. Hogy már Kína is, már nem ruhákat var, meg ilyeneket már újabban, hanem már csak ilyen elektrotechnikai cuccokat, meg műanyag bucsának ilyen kis fackokat, meg ilyen ékszereket. Az már jóval menő cikkek, jóval többet lehet szerezni belőle, mint hogy varodálva, ja, varunk valamit. Szóval a száz a vége. És itt van. És le tudtam erre süllyedni. Ezért vissza tudok menni az alapokra. Arról szól az alapok, voltak ilyen hatalmi szervek, akik ide jártak a kurvákat jó megbaszni. Jó kurvákat prostinátokkal szórakozni. Szaporodtak, és itt van a lényeg. Nagy valószínűséggel, ha jó figyelek, a saját nagyhatalmi szervezetnek a saját leszármazottjaikat jó szét lehet kúrni. Miért lehet jókat jó baszni? Ez a lényeg. Ez olyan, mintha hatalmi szerveket erőszakolnák meg. Ez nem vicces, jó tudni. Tényleg ne. Származékai. Ki tudja, kik van jártak el? Jó sokan jártak. Még volt hatalmacska is. Hatalmacska is. Ide vagy. Oda még. Nem ilyen szar ruhába öltözködjek ki. Én. Ugyan már. Az evolúciós utat. Ne. Eszembe jut a megboldogott utolsó szavai. Elment. Nem fudagál többé. Második a szavai. Kurva parasztokhoz kell menni baszni. Jó sok kurva paraszthoz. Hogy a kurva parasztokban van itten a legfontosabb része mindennek. Kurva prostinált parasztokban. Na, kicsit máma. Kicsit gondolkodtam ezen. Volt ilyen sátánisták is, meg nem tudom, volt itt már minden, aki figyelt volna a videó elején, mellett mondva pont a származás is. Mi volt? És így, meg ahogy, és lehet rajta sokat gondolkodni. Hol lett tévedve? Legnagyobb tévedés a pszichopata Avoné. Nem lett van az a pszichopata, aki rászoktasson arra, hogy a szemetest a szemetesbe kell dobni. Szemetest a szemetesbe kell dobni. Megfonni a legnagyobb szemetet, mint őt, és eltelenni. És már szemétbe van dobva egy helyre, a többit is. Ez így volt, vagy így nem volt. Sok rossz szokás! Ha követtem volna, még 2009 óta nincsenek már. Május óta már nem is jöttek elő. Nem tudok nagyon már semmit se azóta már. Az újabbakat, de én régiken megjegyeztem. Azt ad, hogy 2001-ben kellett még feleszve ez a Covid vírus, amire nincsen vakcina. Nyilvánvaló logikus, hogy jön egy újabb verzió, mutálódni fog 2-3 hónap után, és a következő évben is mind beoltassátok magatokat. De az nem megoldás, autoristák lesztek, meg egyéb más gondjaitok lesznek. Úgyhogy komolyan gondolkodnátok, akkor belátnátok, hogy a táplálék megváltoztatása van a fontosság.
Nem azon, hogy mit esztek, azon, hogy mit esztek, és máson. Nem? Ez már célek mondják. Kitérőek lennének. És lehet, hogy mai lesz ilyen very live stream utánzat. Azért nincsen itt. Így, még ahogy, itt nem tudom. Hogyan? Az agy kapacitásom, mintha veszítettem volna. Itt van ez a vírus is. Most emletileg csökkennek a számok. Itt van a COVID-19 pont. Eres! És csökkennek a számok. Hát, csak annyi az nincs vele számolva minden. Nem tudnak gondolkodni? Én tudok. Ez a vírust nem fog megállítani. Tételezzünk fel azt, hogy annyira gyenge, mert YouTube is ki van szépen írva a becenevel, ha nem vettétek volna észre. És nektér. Ne talán valaki tudna zsidó, meg magyar, mit jelent ez a szó. Na minden, nem mondom meg! Mindenfelé ki van írva. Minden. Egész csatorna tele van azzal a hatalmammal. Ha nem vették volna észre. Úgy van összerakva, úgy van lett összeállítva az egész, hogy egyértelmű váljon, hogy én, amit mondok, annak úgy kell lennie. Útközben elkezdhetek nagyon is pofázni. Mit tehetek? Ott van a csatornában is ki van írva, ki a tulajdonosok. Mindenfelé fel vannak tüntetve. Kicsi a agy logikával, meg lehet állapítani, hogy mit kell tennetek. Ez ilyen kicsikét ilyen mutatós szerű videó. És felmegy a YouTube-ra, mint a többi videó. Hogy egyszerűen nem. Ez az ördög, nem az az ördög. Másik ördög mindent megtett. Hogy? Aj, ne haladjak! Hogy nézek YouTube-on más videókat, filmeket, sorozatokat. Köszönöm ismét a figyelmeteket, szevasztok!